Gyerekek, ez itt a Pofafürkölt újabb adása. Asztalhat. Srácok, itt ment el egy lovas kocsi. Ilyen nem igen történik errefelé. De most megtörtént, elment itt egy lovas kocsi. Nem tudom, de nem az olyan, hogy jaj, kacsi, de... De hát ugye én nem sűrűen látok ilyet. És valamelyik őtöknek egy kérését teljesítem is ebben a videóban. Tadam! Tudom, hogy egy kérés, de tényleg megkért rá valaki. Nem értem miért, de... Jó, értitek. Ezen kívül... Ugye... Kert mérés van. Az később elolvasom. Szóval... Azt akarom mondani, hogy általában csütörtökönként fogok feltenni videókat. Lehet, hogy más napokon is megy föl egy-kettő. De azért csak ilyen időközönként, mert csütörtök az a nap, amikor nincs itt senki, és végre beszélhetek hangosan. Meg nem mondhatom az őszinte véleményemet. Történt egy kisebb incidens az osztályban. Nem mondok neveket, ebből adódott az incidens, és egyrészt, másrészt én nem olyan vagyok, aki fúzs, de ez a gyerek, meg az a gyerek. Nem, én olyan vagyok, hogy általában kitalálok egy nevet, és azon futtatom le őket. Szóval köszöntsétek Béluskát! Eredetileg rajzoltam egy emberkét, de hát ő nem volt úgy gyerekbarát. Kezdetben ez a kis fickó volt Béluska. De hát értitek. Na szóval, Béluska csinált valami olyat, amit nem szabadott volna, mert azáltal megalázta a másikat. Az Béluska. Na! De mindenek ellenére köszöntsétek Béluska kettőt. Ő meg valami ezt úgy oldotta meg, hogy sokkal rosszabb legyen a Béluska egynek, mint ahogy kettő közt lerendezték volna. Persze nem azt mondom, hogy most mindketten részesek voltak, ugye? Mind a ketten. Én azért Béluska egy pártját fogtam. De és fogom is. Szóval, ja. Wow! Wow! Szóval igen, ő itt Béluska. A néma srác. Sokkal keményebb, mint Sanyi. Akár a
Glasgow is megvan. Szóval Béluska egy, neked mi a véleményed az esetről? És Béluska kettő, neked mi a véleményed erről az egészről? Csúnya szavakban beszéltek. Hát srácok, lesz még egy Clash Royale videó. Meg egy angol nyelvű is. Béluskával. Szóval, iratkozzatok föl. Lájkoljátok a videót. És osszátok meg. Szevasztok!